Oroszország egyoldalúan felfüggeszti az ENSZ közvetítéssel létrejött ukrán gabonaexportról kötött megállapodást, mert azzal vádolja Ukrajnát, hogy a krími kikötővárosban, Szevasztopolban masszív dróntámadást hajtott végre a Fekete-tengeri flotta ellen. Ezzel szemben Ukrajna azt állítja, hogy Moszkva zsarolásra használja a Krímben megrendezett terrortámadásokat, amelyeket maga Oroszország hajtott végre. A terrorcselekmény előkészítése és a katonai személyzet kiképzése az ukrajnai Ochakiv városában és brit szakemberek irányításával történt, mondta az orosz védelmi minisztérium szóvivője, aki azt is hozzátette, hogy az északi áramlat 1 és 2 elleni támadás tervezésében, előkészítésében és végrehajtásában is brit haditengerészeti egységek képviselői vettek részt. Moszkva állítását nem tudja bizonyítékokkal alátámasztani. Az Egyesült Királyság Twitterre reagált a moszkvai vádakra, mint írták, azért, hogy elterelje a figyelmet az Ukrajna elleni illegális invázió katasztrofális kezeléséről, az orosz védelmi minisztérium hamis állításokkal házal. Ez a kitalált történet többet mond az orosz kormányon belül zajló vitákról, mint a nyugatról. Az Oroszországgal kötött fogolycsere keretében 52 ukrán állampolgárt, köztük az Azovstál acélmű két volt védelmezőjét engedték szabadon szombaton. Közben ukrán hivatalos források megerősítették, hogy folytatódik az orosz erők visszaszorítása a kulcsfontosságú déli régiókban.